Egy hónapon belül harmadszor találkozott egymással a Mezőkövesd és a Gyirmót, hiszen a felek a Magyar Kupában is összecsaptak egymással, akkor mindkét találkozó döntetlen lett, 0-0 és 1-1 volt a végeredmény, így a most sárga-kékben játszó kövesdiek idegenben lőtt góllal jutottak tovább a legjobb 8 közé, és ezt a mérkőzést is ők kezdték jobban. Veszelinovics veszélyeztetett, de sebők résen volt, már a 4. percben gólhelyzetet alakított ki a Mezőkövesd. Az a Kövesd, amely az utolsó két meccsén 7 gólt kapott, a Paks ellen 5-0-ra kaptak ki, a Vasas ellen pedig 2-0-ra, úgyhogy most nincs jó formában Tomislav Szivic csapata, de ugyanez elmondható a gyirmótiakról is. Megint egy akció és megint egy sebőkvédés. Jól kezdte a mérkőzést a gyirmót kapusa és jól kezdte a hazai együttes is. Ezúttal egyébként Tóth Bence próbálkozott, aztán itt van az első gyirmóti lehetőség. Egy szögletet követően Dombó kiöklözi a labdát, de még nem szabadult föl a kövesdi kapu. Antonov kap egy labdát, felnéz az ukrán, beadja és Bojovics pedig közelről a hálóba passzol. Megvan a montenegrói belső védő második gólja a szezonban. Ugye az Újpest ellen is betalált Bojovics, és hát beveszi a Mezőkövesd kapuját is. Aztán pedig kifut a padhoz, lepacsizik Urbányi Istvánnal, és összeölelkezik a társakkal. Nehéz helyzetben van a gyirmót, és ez egy fontos gól a csapatnak. Bebétó nem találta el sarokkal a labdát, Bojovics pedig közelről csak bepasszolta. A Mezőkövesd egyébként kétszer annyi pontot gyűjtött a bajnokságban, mint a gyirmót, hiszen ők 30-al állnak a tabella középső mezőnyében, a gyirmót pedig sereghajtó 15-tel. Itt azonban egy újabb vendégszituáció. Ahim lőtt távolról, és Domba azért érezte, hogy ez mellé fog menni, de kezd éledezni a gyirmóti együttes is, és most már nem csak a vezetés van meg, hanem egy újabb veszélyes helyzet. A 43. percben járunk, és megy előre a vendégcsapat. Antonov kap egy remek labdát, és aztán kilövi a világűrbe a játékszert. Mérges is Antonov, lehet, hogy a pálya talaja volt, ami megtréfálta őt, egy biztos. Ez egy borzasztóan eltalált lövés, picit egyébként mögé is jött, úgyhogy nem volt teljesen pontos a passz, de ezt illik jobban befejezni. Aztán a 47. perc, és Kink kihagyja a kihagyhatatlant. Tényleg erre mondják, hogy belőni sokkal egyszerűbb, mint mellé rúgni. Hát Kink megmutatta, hogy ezt is lehetséges. Molnár Gábor pörgetését azért dicsérjük meg. Az remek volt ebben az akcióban. Itt van még egyszer, becsúszva akar a hálóba találni Kink, de hát 3 méterről jócskán mellé céloz. 50. perc, sebők fogja maga biztosan ezt a lövést. Molnár Gábor kezdte elkapni a fonalat, és egyre-egyre veszélyesebben játszott a találkozón. Ennek volt az egyik hozománya, az iménti lövés. Aztán az 55. perc, és továbbra sem lassít a Mezőkövesd, ez pedig egy 11-es gyanús szituáció. Veszelinovics elesik a 16-oson belül, Bojovics ütötte őt el, de a játékvezető Farkas Ádám nem ítélt büntetőt. Megnézhetjük majd még egyszer ezt a jelenetet, hát érdekes volt. Itt van, érkezik Bojovics, a labdához nem sok köze van, Veszelinovics pedig elesik. Láttunk már ilyenért büntetőt, ez is megadható lett volna. Nem így történt, úgyhogy próbál azért a gyirmót is kontrákból építkezni, és próbálják behúzni a meccset. Ehhez azért mindenképpen kellene még egy gól. Ezt tudja a fehérmezes együttes is. Ez egy jó labda, elesik egy gyirmót is, de Tamás előtt ott van még a labda, és Bebétó pörget fölé. Hát hadilábon áll a góllövéssel a gyirmót, ezt eddig is tudtuk, hiszen 11 bajnoki óta nyeretlenek, és az elmúlt 1000 percben mindösszesen 4 gólt tudtak szerezni. Hát Bebétó sem tudta ezt a számot növelni, pedig ez zicser volt, Tamás jól csapott le a labdára, nem volt egyébként les, de hát közvetlen közelről hibázott a téli igazolás. Pedig ezt csak be kellett volna passzolni, hát Bebétó meccslabdát rontott, és ennek aztán meg is itta a levét a gyirmót, Veszelinovics keverget a labdával, aztán tovább teszi Farkas Dánielhez, ő pedig bead, Molnár Gábor nagyszerűen fejel, és sebők ezúttal nem tud mit tenni. Olyan pontos és olyan erős volt ez a csúsztatás, hogy lehetetlenség lett volna kivédeni. Nem is sikerült sebőknek, Molnár Gábor pedig megszerzi szezonbéli 4. találatát. Említettem, hogy egyre jobban elkapta a mérkőzés ritmusát, és egyre veszélyesebben játszott. Hát ez aztán végül egy gólban csúcsosodott ki. Egyenlít a Mezőkövesd, és tegyük hozzá, hogy abszolút megérdemelten.
Újabb lehetőség, egy sebőkvédés, egyszer aztán másodszor is kitornázza a labdát a Gyirmóti kapus, és végül Diallo szabadít föl. Óriási helyzet volt ez. Bacsevics Grigic remek labdát kapott, és aztán elsőre nagyot vérett Sebők, és másodszorra visszapattant a labda, de ezt is ki tudta ütni. Hát két ilyen bravúrt egymás után ritkán szoktunk látni, és Sebők 38 évesen is elnyűhetetlen. Az előző héten nem teljesített jól, ott volt egy nagy hibája a haladás ellen, ez pontokba került a Gyirmótnak, de most bravúrt bravúrra halmoz, ezúttal Veszelinovics lövését tolta ki. Hát sokat köszönhet Urbány István a kapusának, meg természetesen a csapat is, könnyen elveszíthette volna ezt a mérkőzést a Gyirmót, de Sebők tartotta a lelket és tartotta az egy pontot. Itt is védett, és hát rögtön jön is a szöglet. Kevés idejük volt pihenni a gyirmóti védőknek. A beívelés pedig pont középre érkezett, Diallo emelkedett, de picit magas volt a labda, és már nem tudta bevenni ezáltal a kaput. Aztán még ő is gratulál Sebőknek. Íme jól emelkedik Diallo, de egy picit nagy volt ez a labda. Nyomott tehát folyamatosan a mezőkövest, próbálták begyűjteni a három pontot és megtörni a két meccs óta tartó rossz sorozatukat. Veszelinovics lövése azonban a kapu mellé ment, és így hiába volt több helyzete a mezőkövesnek, a Gyirmót azért egy pontot elvitt Matyóföldről, de hát igazából ezzel az egy ponttal nem sokra mennek majd Sebőkék, mert hogy egyelőre továbbra is sereghajtók, és innen nagyon nehéz lesz. Lehet, hogy a Gyirmótnak már nem is nagyon lesz sansza, esélye arra, hogy bent maradjon, hiszen 9 ponttal lemaradásuk a 10. helyezett DVSC-vel szemben. Ezek a mérkőzés utolsó pillanatai, Sebők megfogja a labdát, ő volt a mérkőzés egyik hőse, de 3 pontot így sem tudott szerezni a Gyirmót, amely 12. továbbra is a bajnokságban, a mezőkövest pedig 31 ponttal a 6., azaz biztos a bentmaradásuk.